Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács június 19-i Hétközben című magazin műsorát látják. Adásunk elején jöjjön rövid képes ajánlónk. Schwab zene szólt a Deák téren. Hagyományos utcabálját rendezte a Mohácsi Német Önkormányzat. Szent Antalra emlékeztek a mohácsi sokacok. Idén a zarándokok csatlakoztak a szentmiséhez. Pedagógus nap 2024. Számos rangos állami és tankerületi elismerés a mohácsi pedagógusoknak. Sok év után újra tanári koncert, színvonalas produkciók a Slami színpadán. Sokadik alkalommal hívta mulatni a Mohácsi Német Önkormányzat a mohácsiakat. Június 7-én megrendezett hagyományos Schwab utcabájukkal megnyitották a nyári városi rendezvények sorát. Jó volt látni, hogy milyen sokan szeretnek táncolni, mulatni, színesebbé tenni a szürke hétköznapokat, egy kicsit elfeledve a gondokat. A Deák téren önfeledten táncolók között minden korosztály képviseltette magát, idén az Unterrock zenekar húzta a talpalávalót. Már az esti 8 órás kezdésre is szép számban gyűltek össze táncolni vágyó, zenekedvelő fiatalok és idősebbek. Sokan a hagyományos Schwab viseletbe jöttek a rendezvényre, megtisztelve ezzel a szervezőket és az eseményt, de egyben a Schwab nemzetiséghez való tartozást is vállalva. Körülbelül 5-6. Alkalommal tartjuk meg ezt az utcabáli rendezvényt itt Mohácson. Az alapvető gondolat az, hogy ilyenkor nyári időszakban azért eléggé kézenfekvő az, hogy ne bent valami zárt térben legyen megrendezve ez az esemény, hanem kint, a szabadban, mert azért mégiscsak jobb a klíma, meg valahogy az embereket én azt látom, hogy jobban lehet mozgósítani úgy, vagy megfogni, úgy, hogyha szabad térjek ezek a rendezvények. Többen jönnek, többen vesznek részt ezeken a rendezvényeken mindenképpen. Gondoltátok, hogy ilyen sikeres lesz ez a rendezvény? Hát megmondom őszintén, én nem gondoltam, hogy ekkora érdeklődés van egy ilyen utcabáli rendezvényre, de nagyon örömteli volt látni, hogy ilyen sokan eljöttek, és nem csak Mohácsról, hanem a környékbeli településekről is, úgyhogy ennél fogva mindenképpen a folytatás mellett tettük le a voksunkat, ha szabad így fogalmaznak. A Covid ugye berekesztett mindenféle fajta rendezvény, nem csak szabadít, hanem zárt térben is. Utána az elindítás nem okozott-e valami fajta félelmet, hogy talán nem fognak az emberek annyira aktívan részt venni ezeken az eseményeken? De, okozott félelmet. Viszont mi a Covid idején is, Covid időszakban is tartottunk egy utcabáli rendezvényt, az a Selyem gyárban került megtartásra. Hát egy kicsit érdekes volt, mert körbe kellett zárni kordonnal, és védettségi igazolványt kellett kérni, meg hasonló, de igyekeztünk úgy megszervezni azt, hogy akinek nincs védettségi igazolványa, azért ő is valamilyen utómódon részt tudjon venni a rendezvényen, és hát akkor azt hiszem, hogy aki védettségi igazolványosoknak karszalagot kellett adjunk, ők voltak 1000 fő, számoltunk, illetve a
úgymond a rendezvényen kívül, de hát mégiscsak a rendezvény részeként még egy további 200-300 ember vett részt azon. Ez volt 2021-ben talán a Selyemgyár udvarán. És hát azt követően szerencsére, hála Istennek, sikerült a korábbi évekhez hasonló színvonalú, illetve népszerűségi rendezvényeket összehoznunk. Ugye voltunk a Városháza előtt is többször, és hát itt az utóbbi években ez a Deák téri rendezvényhelyszín az, ami igazán bevált. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy több más városi rendezvényen is a Deák tér jól szerepelt, hogy erre is alkalmas. Abszolút alkalmas erre is, mint ahogy más rendezvényekre is, úgyhogy azt lehet megállapítani, hogy tényleg ez egy igazi rendezvény térként funkcionál, aminek eredetileg is tett tervezve, és abszolút megfelel ennek a funkciónak. Yeah.
most éppen az Unterrock együttes zenél. Nagyon sok olyan rendezvényen szerepel, amit a Mohácsi Német Önkormányzat szervez. Így van, igyekszünk azért egyébként váltogatni a repertoárt, tehát hol az Unterrock zenekar, hol a Sextet zenekar, hol a Diamant Capella, hol a Platin zenekar, tehát azért próbálunk egy kicsit változatosságot tartani, minden rendezvényünkön egy másik zenekart igyekszünk fölléptetni, tehát ezek így váltják egymást, úgymond. És hát ugye van egy fiatal, feltörekvő zenekarunk itt Mohácsiak, az a Donaukrainer Capella zenekar, őket is hamarosan láthatjuk fellépni, most legközelebb például a Dunamenti Hall Fesztiválon fognak ők fellépni. Illetve hát van ez a táncház sorozatunk, ami a nyári időszakban egy kicsit szünetel, pont az ilyen rendezvények miatt. De ősszel újraindul, szeptemberben a Donaukrainer zenekar vár mindenkit nagy szeretettel majd a Német Házba a táncházuk alkalmával. Limitált a befogadó képessége nyilván a Német Háznak, meg én azt látom, egy kicsit más az embereknek a viszonyulása ahhoz, hogyha szabad téren van a rendezvény, meg teljesen más, hogyha egy zárt közösség vagy zárt téren van. Úgyhogy azon dolgozunk még egy kicsikét, hogy ott is még nagyobb, nagyszerűbb legyen a rendezvény, még többen jöjjenek el, de a folyamat vagy az irány az jó, tehát rendezvényről rendezvényre egyre többen jönnek, hála Istennek, oda is. A korosztály nagyon megoszló ezeken a rendezvényeken. Most, hogyha itt végignézzünk, akik itt vannak, nagyon sokan vannak az idősebb korosztályból is, de például ami a Német Házban volt táncházos rendezvény, ott pedig a fiatalok, lehet, hogy a fiatal zenekar miatt. Így van, tehát a Német Házas rendezvényeket leuralták a fiatalok. Az ilyen utcabáli rendezvények alkalmával azt lehet elmondani, megállapítani, hogy a rendezvény kezdetén főként az idősebb korosztály képviselteti magát. Aztán ahogy haladunk előre az időben, megjelennek a fiatalok, és a rendezvény végén már az idősek nyilván hazamennek, és csak a fiatalok maradnak. Tehát ez a tapasztalat a korábbi évekből. De ez nem is baj, mert így tulajdonképpen minden korosztályt meg lehet szólítani a városból. Ez így van. Tehát ez nagyon jó tényleg, mert minden korosztály részt vesz a rendezvényen. Most időben egy kicsit más, máskor, de mindenki itt van. Tehát ez nagyon lényeges és fontos, és jó is egyébként. Tehát mi ennek nagyon örülünk. A Mohácsi Német Önkormányzatnak mi lesz a következő nagy rendezvénye? Hát a legnagyobb rendezvényünk az nyilván a Dunamenti Hall Fesztivál, a 6. Dunamenti Hall Fesztivál, ami az idei évben már 2 napos lesz. Tehát július 19-én és 20-án kerül megtartásra. De lesznek előtte még kisebb rendezvényeink. Lesz egy Fisalm Zontág rendezvényünk a Német Nemzetiségi Házba ennek a hónapnak a végén. Utolsó hétvégén, utolsó vasárnapján, utána pedig egy úgynevezett Kochschule, tehát egy főzés iskolája, ahol egy kicsit igyekszünk a fiatalokat megismertetni a halfőzés tudományával, és hát amikor már mindenki mindenféle halfőzési ismereteket magába szívott, akkor sor kerülhet majd tényleg a Dunamenti Hal Fesztiválra, amire nagyon nagy szeretettel várunk ezúton is mindenkit. Tanzen lebt in Lebensen.
Szent Antal kultusza máig erősen jelen van a sokacok életében. A mohácsi sokacok minden évben megemlékeznek a szentről, egyházi és kulturális rendezvényeken elevenítik fel az egykori búcsukat. Idén a mohácsi alkalomhoz a Pécsi Egyházmegye horvát referatúrája által szervezett programon keresztül az egyházmegye különböző plébániáiról csatlakoztak zarándokok június 16-án vasárnap. A ferences zárda templom és környéke régóta hagyományos helyszíne a mohácsi sokacok Szentaltal napi búcsújának. Ide várták azokat a zarándokokat is, akik a Pécsi Egyházmegye horvát referatúrájának szervezésében csatlakoztak a mohácsiakhoz. Most egy kicsit másképpen lesz, ugye mindig eddig, ami volt, mert mindig egy kis kultúrprogrammal próbáltunk. Most idén a Pécsi Egyházmegye szervezésébe jöttek ide mohácsa, mi szeretettel fogadjuk őket, hiszen ilyen az én emlékezetemben még nem volt mohácson, és úgy gondoltunk, hogy ezt elfogadjuk, fölvállaljuk, és hát egy kicsit másképpen lesz ez a mostani Antal napi szentmisénk. Mi lesz a program folytatása? Hát most itt először is ugye imádság lesz, utána a zarándokok egy pár kis koncertet fognak adni, utána lesz a szentmise, és a szentmise után lesz egy keresztút, ami a mi templomunkból, a fogadalmi templomba lesz, és hát természetesen a vendégeket ugye nem szabad éhen hazaengedni, hiszen elég sokat fognak gyalogolni itten, tehát utána a Barát Gábornál megvendégjük őket egy kis sokacbabbal. Honnan jöttek az zarándokok? Hát mondhatnám, hogy a Pécs környékbeli falvakból, valamint a Mohács környékbeli falvakból, Pécsről is természetesen, hát ezek kimondottan a horvát zarándokok, akik mi is többször voltunk több helyen ővelük, és ők most megtiszteltek minket Mohácsot, hogy járjöttek ide. A pécsi, kökényi, kátói, versendély és nagykozári hívek a szentmise kezdete előtt rózsafüzért imádkoztak, majd Szent Antal dicsőítő énekeket énekeltek együtt a mohácsi sokacok templomi kórusával. Szent kultuszát a ferences rendi szerzetesek terjesztették el Magyarországon. A mohácsi horvátok Antonovo, azaz Szent Antal napján pedig arról emlékeznek meg, hogy a Boszniából származó őseiket ferences szerzetesek kísérték az új hazát kereső úton, és erősítették meg őket hitükben. A szentmise elején Vacsmai László esperes plébános köszöntötte a híveket, Berec Tibor káplán pedig az olvasmányok evangéliumok után prédikációjában arról szólt, hogy az élet Isten ajándéka. A szentmise után a zarándokok a fogadalmi templomba mentek, ahol elimádkozták a keresztutat, Bacsmai László esperes plébános vezetésével pedig megtekintették a közelmúltban felújított templomot. Június 7-én a Schneider Lajos Művészeti Iskola nagyterme adott otthont a Mohácsi Tankerületi Központ pedagógus napi rendezvényének, ahol idén is számos, a tankerület 40 intézményében dolgozó pedagógus és oktatássegítő dolgozó részesült elismerésben.
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is a Schneider Lajos Művészeti Iskola nagyterme adott otthont a Mohácsi Tankerületi Központ pedagógus napi díját adó ünnepségének. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Müllerné dr. Juhos Bernadett, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, Pávkovics Gábor Mohácsváros polgármestere, Rigl Gábor Siklós polgármestere, Szurcsikné Fábián Gyöngyi, a Szigeti Település Részi Önkormányzat elnöke, illetve Hánerné Fét Gabriella, a Mohácsi Német Önkormányzat elnöke. Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántjait szép vigyázattal csendben csiszoljam kristályokká. E Németh László idézettel kezdte köszöntőjét Készné Lebő Zsuzsanna, tankerületi igazgató. Németh László gondolatai jól érzékeltetik azt a felelősségteljes, kihívásokkal teli munkát, amelyet a tanárok, tanítók nap mint nap végeznek. Az ő szavaival szeretném köszönteni az ünnepsége megjelenteket, a Mohácsi Tankerületi Központ iskoláiban tanító minden pedagógust és az oktatás-nevelés segítő munkatársakat. Külön köszöntöm a jelenlévők között a kiválók közül is a legkiválóbbakat, akik lelkiismeretes, odaadó munkájukkal, hivatásukhoz méltón nevelték, oktatták gyermekek seregét, értéket teremtve, irányt mutatva számukra. Mindezért kivívták tanítványaik, a kollégáik, a helyi társadalom és a szakma tiszteletét és elismerését. Szászi Schwarz Gustav szavait idézve, minden iskola annyit ér, mint amennyit a tanítója. Köszöntöm vendégeinket, akik megtisztelték ünnepi rendezvényünket. Tisztelt pedagógus kollégák! Nehéz és tiszteletre méltó pályát választottatok, amely több, mint egy munka, pedagógusnak lenni hivatás. Az iskola több, mint egy munkahely. Az iskola egy élő, lüktető szervezet, amely lelkét tőletek kapja. Az érzés, amely elfogja az iskolába belépő, tőletek ered. A gondolataitok, érzéseitek belengik az épület falait. Érezni lehet a levegő, a falakból áradó rezgésen keresztül, hogy milyen munka folyik a falakon belül. Hogy érzi ott magát a diák, a tanár, a belépő szülő, látogató? Mindez sokkal-sokkal több, mint egy munkahely, ahol munkát végeznek a dolgozók. Ti értéket, hagyományt, érzéseket és az általatok nevelt tanított diákokon keresztül jövőt teremtetek. A mi közös jövőnket, az unokáink jövőjét. Munkátokat elismerés, hála és tisztelet kell, hogy övezze. Ezért még van tennivalója a társadalomnak, mindannyiunknak. De bízom benne, hogy a tehetség, a szorgalom, a példamutató hivatástudat elismerést vív ki, és elismerést kap is a jövőben. Köszönjük a munkátokat, azt, hogy teljes személyiségeteket adjátok oda ebbe a hivatásba, vagyis saját magatokat, a teljes lényeteket. Mindezt nem lehet csak szavakkal megköszönni, ezt éreznetek kell. Munkátokat szeretettel kell támogatnunk és segítenünk. Én magam is erre ösztönzöm a tankerületben dolgozó kollégáimat. Legyünk egy segítő, támogató hátország, a jogszabályokat a keretek között tegyünk meg mindent iskoláink fejlődése és az ott dolgozók támogatása és segítése érdekében. Köszönet ezért mindannyiotoknak. Karl Augustus Menninger szavaival élve, a tanár személye fontosabb, mint az, amit tanít. Évek óta sikeres együttműködés jellemzi önkormányzatunk és a tankerület kapcsolatát, melynek köszönhetően számos beruházás valósult meg városunk oktatási intézményeiben, emelte ki beszédében városunk első embere. Ha gyarapszik a lélekszám, akkor élhető város vagyunk. Ha gyarapszik a lélekszám, akkor az intézményeink, óvodáink, bölcsödéink, iskoláink kapacitását megfelelőképpen tudjuk kihasználni. A fiatalságunkat itt tudjuk tartani a városban, és én azt gondolom, hogy ez egy városnak az igazi jövőképe. Itt lehet építeni sok mindent, lehet gazdaságot fejleszteni, de a miért tesszük mindezt, az azért, hogy egy élhető város legyünk. És az önök munkája,
ebbe az élhető város koncepcióban talán az egyik legfontosabb. Mert önök nevelik a fiatalságunkat arra, hogy tiszteljék otthonukat, tiszteljék a hazájukat, itt próbáljanak meg érvényesülni, és azt a tudást, amit önöktől kapnak, azt itt helyben gyarapítsák, és helyben hasznosítsák a közösségünk érdekében. És hogyha ez a munka sikeres, már pedig ahogy elnézem a díjazottakat, és a nehéz választási lehetőséget, amiről beszéltél, én azt gondolom, hogy ez a pedagógiai munka sikeres Mohácson, jó úton járunk, és ebben az irányba haladva szerintem közös munkával tovább tudunk fejlődni. És akkor még egy gondolat, hogy talán a tavalyi évben is beszéltem róla, hogy az együttműködés, a tankerület és az önkormányzat között, és példaértékű. És ez az együttműködés olyan sikerekben látszik, hogy felépült a gimnáziumnak a tornacsarnoka, megújult a Széchenyi téri általános iskola, és a tankerületben érintett önkormányzatok tekintetében is rengeteg intézmény megújult. És akkor hozzáteszem azt is, hogy kicsit mi is az oktatáshoz hozzájárulunk, mint önkormányzat, mert az óvodák és a bölcsődik azok hozzánk tartoznak. És ezek az intézmények termelik ki azt a lurkóanyagot, vagy kisemberanyagot, akik majd az önök iskoláiba fognak tovább tanulni. És örömmel jelenthetem, hogy kicsi a bölcsödénk. 112 férőhelyes bölcsödénk van, és most azon kell filózni a szakembereknek, hogy hogy tudunk csoportszobát építeni hozzá, mert annyira népszerű a bölcsödénk. A szigeti település részlen családi bölcsödét fogunk csinálni, mert arra is van igény. És én azt gondolom, hogy ezzel a fiatalságunkat fogjuk tudni megtartani. Ha jó az oktatási rendszerünk, akkor gyakorlatilag az én kívánságom, amivel az a varázspálcával szeretnék kívánni magamnak még egy jó nagy dolgot, hogy nőjön a népességszám, az teljesülésbe mehet. Én szeretnék minden díjazottnak gratulálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak erre a rendezvényre. Mindig nagy örömmel érkezem, és azt gondolom, hogy azt a munkát, amit önök elvégeztek az elmúlt években, évtizedekben, azt kérem folytassák tovább, mert akkor lesz az én álmom az, hogy nő a népességszám, és az az álom ez valóra válik. A pedagógusokat köszöntő eseményen a tankerületi kitüntető díjak mellett rangos állami elismerés is átadásra került. Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Bahesz Néfűrész Klára, a Meissner Ildikó egymi gyógypedagógusa, kivételes problémaérzékenységgel végzett magas színvonalú munkájáért, számos területen bizonyított szakmai hozzáértéséért. A Mohácsi Tankerületi Központhoz Siklóstól Mohácsig mintegy 40 intézmény, közel 800 pedagógusa tartozik. A kollégák által felterjesztett dolgozókat különböző kategóriákban díjazták. Tankerületi igazgatói elismerő oklevelet a Mohácsi Oktatási Intézményekből az alábbi pedagógusok vehettek át. Dr. Rejt Georgina, Erdélyiné Jandrók Anita, Friedrich Mészáros Erika, Kosztyú Viola, Laca Levente Lehel, Matusz Zádori Zsuzsanna, Orlai Dániel, Rablánszki Zsoltné, Segyikné Polhammer Ildikó. Kiemelkedő pedagógiai munkáért járó díjat vehetett át három mohácsi pedagógus, Sólyom Valéria, Szemző Erika és Tukericsné Svillinger Anikó. Proszkóla elismerésben részesült Bukovics Eszter, a Meissner Ildikó egymi vezetőhelyettese, aki 25 éve végez kiemelkedő gyógypedagógiai tevékenységet az intézményben. Pedagógus életműdíjban részesült Cseténé Máj Zsuzsanna, a Mohács térségi általános iskola igazgatója, aki 39 éve Abrodarics iskola elkötelezett pedagógusa, és 2013 óta az intézmény vezetőjeként végzi áldozatos munkáját. Az ünnepség végén Rigli Gábor Siklós polgármestere mondott köszönetet a pedagógusoknak. Az ünnepi rendezvényt a Schneider Lajos Művészeti Iskola növendékeinek színvonalas produkciói színesítették, méltó zárásként pedig a Trillák kórus lépett színpadra. Thank you.
Sok év kihagyás után június 14-én pénteken ismét tanári koncertre invitálta a Schneider Lajos Művészeti Iskola oktatói közössége a növendékeket, szülőket és zeneszerető érdeklődőket az intézmény nagytermébe. A koncert során a klasszikus zenétől a népzenéig, a jazztől a filmzenéig számos darabból kaptak ízelítőt a jelenlévők. A következő percekben egy rövid összeállítást láthatnak a rendkívül színvonalas műsorból. Az iskola nagytermében a koncert elején Vidánék Resz Beáta igazgató köszöntötte a megjelenteket. Egy nagyon szép és tartalmas tanévnek érkeztünk a célegyenesébe, és ami figyelemmel kíséri tevékenységünket, rengeteg helyen találkozhatott velünk iskolai és iskolán kívüli eseményeken, rendezvényeken. Sok élményszerű programon, kiránduláson, pályázati projekten, szakmai lapon, versenyen vagyunk. A művészetoktatás fókuszában a mester-tanítvány viszonyán. De ez nem egy alárendelt viszony, akkor működik jól, a kölcsönösségen alakul, ha képesek vagyunk folyamatosan figyelni egymásra, tanulni egymástól. Így gazdagíthatjuk egymást szakmailag, emberileg. Sok olyan lehetőség is adódik, amikor a pedagógusok tanítványaikkal együtt zenélnek, alkotnak. Azt gondolom, ezek igazán fontos pillanatok a művészeti nevelés különböző szinterein. Ma viszont egy kicsit mással készültünk. Több fiatal lelkes kollégám kezdeményezésére sok év után egy tanári koncertre szeretnénk kedvestetni növendékeinknek, szülőknek, érdeklődőknek. Szeretném előre is megköszönni azoknak a kollégáknak, akik a mai koncert létrejöttéhez bármilyen formában szervezőként, fellépőként hozzájárulnak. De még egy kicsit a pedagógus naphoz is kapcsolódva, hadd köszönjem meg minden kollégámnak az egész éves áldozatos munkáját. Azt, hogy művészként, tanárként, emberként gazdagítják közösségünket, azt, hogy ilyen sokszínűek és nyitottak, hiszen csak így lehet nyitott és alkotni vágyó tanulókkal megszerettetni a művészetet. A tanári koncertet Filákovicsné Berőci Alexandra, a magánének tanszak vezetője moderálta. A következő rövid összeállításban ízelítőt nyújtunk Önöknek a rendkívül színvonalas koncert műsorszámaiból. Thank you.
Thank you.
Kedves nézőink, ezzel ma esti magazinműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten szerdán este 7 órakor várom Önöket. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!